Már kora reggel munkához láttak a kaszások, a marokszedők és a kévekötők a hajdunánási aratóversenyen. A Nyakas Farmon 12. alkalommal rendezték meg a hagyományőrző aratók találkozóját. A megmérettetésben természetesen nem az számított, hogy ki milyen gyorsan rakja meg a keresztet. A minőség sokkal fontosabb volt. Téglásról érkeztünk, a Backpack Erber átkör tagjai vagyunk. Csoportosan jöttünk el, és most két brigád volt, aratóbrigád, tavaly egy volt, tehát nagyon szeretnénk, hogyha jó helyezést érnénk el. De hát nem is a helyezés, hanem a részvétel a fontos. Itt a lényeg az volt, hogy minél jobban levágni a búzát földig, és utána kévébe kötni, keresztbe rakni, és szép kereszteket csinálni, mint a miénk. A versenyzők számára nem az volt a legfontosabb, hogy hányadik helyezést szerzik meg, hanem az, hogy továbbadják a hagyományt, amit ők még szüleiktől, nagyszüleiktől tanultak. A legfontosabb az, hogy a mostani fiatalságnak mutassunk példát, hogy még tudják, hogy milyen a régi hagyomány, és szeretnénk mindig is azt a hagyományt megőrizni, ameddig csak lehet. És az lenne a legjobb, hogyha tudnák folytatni továbbra is a fiatalok. Mi ebben nőttünk fel még gyerekkorunkban, minket láttuk, csináltuk, szüleinktől tanultuk. Szeretnénk, hogyha még a gyerekeink is, meg azoknak az unokák, meg mindenki még tovább vinné ezt a hagyományt. A kaszálásba besegített műsorunk felelős szerkesztője is, aki egykor még szintén a szüleitől leste el ennek minden fortéját. A munka után jöhetett az ünneplés, és a téglási csapatban a harmonika is előkerült. Az aratók találkozóján évről évre egyre többen vesznek részt. A rendezvénynek amellett, hogy egy igazi közösségépítő ünnep, nagyon fontos szerepe van abban is, hogy a gyerekek megtapasztalhassák, milyen nehéz munka volt régen az aratás. A 20-30 évesek, akik kim vannak, azok kihozzák a gyereküket, mert ők még nem láttak ilyen hagyományos aratást, és ezt kövessék végig. És lássák meg azt, hogy a 70-80 évesek, akik most itt kim vannak, még át tudják adni, és így meglássák, hogy milyen nehéz volt a kaszálás, milyen nehéz volt az aratás régen, és így innentől kezdve akkor tisztelni fogják lehet jobban a mezőgazdaságot. Az aratók találkozójának szervezésében a kezdetek óta részt vesz Veres Sándorné, aki a Hajdú Bokréta hagyományőrző csoporttal színpadra is lépett. 12 évvel ezelőtt a kedves férjem és Nyakas Bandi fejéből pattant ki ez az isteni szikra, hogy a nyugdíjas egyesületek számára arassanak, tudjanak kalapot fonni. Elárulta, hogy évről évre egyre nagyobb rendezvényt álmodnak meg, és folyamatosan bővítik a program kínálatot. Az Aratófesztiválon a család apraja nagyja jól érezhette magát, ugyanis minden korosztályra gondoltak a szervezők. Most úgy csináltuk az esős időre tekintettel. Volt egy évünk, amikor elmosta, és nem volt B-terv, hogy legyen B-terv. A gyerekeknek ugráróvár, kézműves foglalkozás, az időseknek pedig délelőtt és délutáni kulturális műsor, az mellett, hogy megnézhetik az aratást és az korabeli cséprést. Jakab István, a Magyar Országgyűlés alelnöke, a MAGOSZ elnöke örömmel vállalja évek óta a rendezvény fővédnöki feladatát. Ez nekem az életem csupán. Azt gondolom, hogy ahova tartozok, ahonnan jöttem, ahova megyek majd, ez számomra meghatározó. Kis hajdútelepülésről indultam, egy nagy hajdútelepülésen vagyunk, jó emberek között, kemény emberek között, keményen dolgozó emberek között, és közösségét, felelősséget vállaló emberek között. Én azt gondolom, hogy példát kell adni. Példát kell adni az embereknek, hogy hogyan lehet összefogni, hogyan lehet országot, nemzetet építeni, hogyan lehet a nehézségeken órá lenni. Az aratók találkozóján fontos szerepet kapott a Magyarok kenyere 15 millió búzaszem program is, melyben a magyar gazdák rászoruló gyermekeket segítő szervezeteknek ajánlanak fel búzát határainkon innen és túl. A Magyarok kenyere program a MAGOSZ és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara együttműködése révén az a meggyőződésem, hogy kiteljesedett, az a meggyőződésem, hogy az alapítványt, amelyet a MAGOSZ vett át és a MAGOSZ a tulajdonosa, kibővítettük határon túli kurátorokkal, hogy az egységet ezzel is jelezzük. Képesek vagyunk arra, hogy a
összes Kárpát-medencei magyar gazdát összefogjuk, hogy a magyarságnak hitet, erőt adjunk, hogy a magyar kormány által adott támogatásokhoz mi adjunk kapcsolatokat, tudást, szívet, érzést, összefogást, hogy valóban az odajutott források úgy hasznosuljanak, hogy mindenki javát szolgálják. A délutáni színpadi program középpontjában az operett és a magyar nóta állt. A népes vendégsereget kolozsvári művészek is szórakoztatták. Nagyon szívesen jöttünk, tavaly meg voltunk hívva először, akkor láttuk, hogy milyen hagyománya van ennek az egész aratásnak, és hogy milyen gyönyörűen meg van szervezve az, hogy a régi hagyományt bemutatják az új mellett, amit nagyon sok gyerek, nagyon sok felnőtt már nem ismer és nem is hallott róla. Ezért mi nagyon szívesen beálltunk ma reggel segíteni is, tehát Marci kasszált, én kötöttem a kévéket, úgyhogy nagyon élvezzük. Nagyon fontos tudni, hogy ez honnan indult, hogy élték meg valamikor a magyar emberek ezt az eseményt, és azért hozzá kell tenni, hogy ez egy nagyon nagy és fontos esemény volt. Innen indult a jövőbeli élet. Ha ez nem sikerült, akkor sajnos nem volt mit enni. Tehát azért ezt figyelembe kell venni, és megtanulni, ha nem más, de legalább tudni, hogy nézett ki. A két kolozsvári énekes nem csak az aratásban állt helyt derekasan, hanem a színpadon is óriási sikert arattak műsorukkal.